Maga a boltozat az nyomta oldalirányba a gurtni mozdult, a boltozat lejjebb ment, és ez a folyamat folytatódott abban, hogy a boltozat kidőlt, és a gurtni kidőlt, és a boltozat beesett. Hat évvel ezelőtt összedőlt egy látványpince Kaposvár Hajmás környékén, és maga alá temette az egyik segédmunkást, aki ettől megrokkant, egy másik dolgozó pedig súlyosan megsérült a leomlás során. A két évvel ezelőtti tárgyaláson arról beszéltek a statikusok, hogy az élménypince kupolájának építésekor minden sortéglát ki kellett volna úgymond dúcolnia az építésvezetőnek, ezt azonban nem tette meg, továbbá nem vette figyelembe a boltozat felrakásos technológia során a hideg csapadékos időjárás következményeit, melyek a habarcskötési idejét lelassították, ezért történt a tragédia. A szekszárdi törvényszék most hozott másodfokon ítéletet az ügyben, amiben az építésvezetőt és a műszaki vezetőt vonták felelősségre a történtekért. A bíróság lényegében helyben hagyta az elsőfokú ítéletet. A szekszárdi járásbíróság az elsőrendű vádlottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt 6 hónap szabadságvesztése ítélte, melynek próbaidejét 1 évre felfüggesztette. A járásbíróság a másodrendű vádlottat felmentette az ellene foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésének vágy alól. A bíróság a büntetlen előéletű pincéépítésben nagy szakmai tapasztalattal bíró elsődrendű vádlottnál a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy két dolgozó súlyos egészségromlást eredményező sérülést szenvedett, míg enyhítő körülményként vette figyelembe a büntetlen előéletét, egy kiskorú gyermek eltartását, személyi körülményeit és a vádlottnál fel nem róható jelentős időmúlást a bizonyítás elhúzódása miatt. A bírósága a másodrendű vádlottat pedig azért mentette fel, mert nála nem volt megállapítható a szakmai szabályok megszegése. Továbbá a szakértők szerint az általa javasolt technológia alkalmas lett volna a pince felépítésére. Az ítélet jogerős.